Szeretném megnézni Zoltán Erikát, még nem láttam élőbe. Minden koncerten mindig Erika pólóba szoktam lenni. Kamerán keresztül tényleg teljesen más látok. Minden rezdülését lehet látni, közelebb tudok menni hozzá, bele tudok mászni. Azt mondják rám, mondd rám, hogy egy világbajnok lány vagyok. Lehullanak, értem, még az égről is a csillagok. Nem érti senki, miért nincs szerencsét. Menekül, aki szeretek én. Beck dáma, sajnos azt a kártyát húztam. Beck dáma, nekem semmi nem sikerül. Beck dáma, gyakran benne vagyok a pázban. A Beck félek, mert a helyét úgyis elfelejtem. Vagy egy pattanás nő rám, vagy csak bőrig ázom sétak közben. Nem érti senki, hogy miért nincs szerencsém. Szeretném magam ma este is boldognak és szerencsésnek érezni, és ehhez csak az az egy szükséges, hogy a közös esténk most itt jól sikerüljön. Kirepüld az ablakon, és hátra se nézve száll. Egy
egyre messzebb száll. Ó, szabad vagyok, a tavaszi nap feldobott, és a tükörből az alá minden jót kíván. Már nem várj, bármi történt is velem. Már nem várj, ez egy elmúlt szerelem.
Beéneklésnél, Sikolga tanárnőnél, összefutottam véletlenül egy régi kedves ismerősömmel. Talán ti is ismeritek, egy nagyon tehetséges fiatal színész fiúról van szó, akivel mind a két lemezemen énekeltem már egy-egy duettet. Én megkérdeztem, hogy nem lenne kedve eljönni ide ma este az Erkel Színházba hozzánk, és azt mondta, hogy nagy örömmel, hiszen ma nincs előadása. Innen már csak egy kérdés volt, hogy megtudjam tőle, nem lenne kedve énekelni velem. Hát ő még ezt a meghívást is elfogadta, úgyhogy fogadjátok szeretettel. Gergely Róbert!
kis vita után újra meg volnám. Egész egyszerűen egy formátot lépünk. Hittem, jobb lenne, ha táncolnánk. Hittem, jobb lenne, ha táncolnánk. Sokkal jobb lenne, ha most következő három dalt még soha nem énekeltem közönség előtt ennek. Csupán az az oka, hogy a most készülőben lévő harmadik nagy lemezen található mind a három. Az első rögtön a címadó így szól. Csak neked. Kicsit szomorú voltam,
más is érdekel, a siker jó csívogat, de a sír ez mégis folytogat. Újra kislány vagyok, aki éppen most felel, és épp hogy megfelel. Majdnem tönkretett, a siker jó, hogy simogat, de a sírás mégis folytogat. Miért sírnak ritkábban a fiúk, hogyan zárnak magukban mindent, bárhogy fáj is, nem látni
Addig
vannak számomra kedves, kedvesebb és legkedvesebb dalok. Most egy ilyen következik.
elnézést kell kérnem, hiszen olyan jól éreztem magam ez idáig, hogy elfelejtettem bemutatni nektek segítőtársaimat, az Erotik Együttes tagjait és a táncosokat. Akkor most rajtuk a sor. Zsolt! Balázs! Csati! Brandy! Műsorunk koreográfiáját készítette és táncolta Ödön! Egon! Lányok! Cili! Ági! És mindannyiunk közös barátja, Bardóczi Gyula! Amit most láttam, ez a nyugati szintet megüti, a hangulatot azt hiszem, hogy a tévéadás hülyen visszaadja. Én nagyon örülök, hogy itt a szemünk előtt fölnőtt. Azt hiszem, hogy talán ez volt az egyik legjobb Erika koncert, amit eddig láttam, és eddig volt körülbelül 70-80 az országban. Milyen volt a koncert? Jó. Kicsit strapás. Belegondoltam, hogy nekem kellene ezt végigcsinálni, de atya Isten. Ismeritek Erikát? Persze. Egy istállóban nyihogunk. Ja, nem, mert örülök, hogy így lett vége. Erika színpadra, Erika!